egy szóvás, egy érzelemmé olvadt össze a haza. Az érzelem lelkesülés, a szó szabadság valami. Az iskola dísztermében emlékeztek meg a forradalom és szabadságharc hőseiről a Szekszárdi Garai János gimnázium diákjai. A fiatalok színpadi műsorral készültek. Az ünnepi műsort követően a diákigazgatók megválasztására került sor. A rangért 11-es tanulók versenyezhettek, végül a dések közül került ki a két szerencsés fiatal. Az elképzelések mindenféleképpen az első az, hogy megvalósítható dolgokat próbáljunk meg közölni a többiek felé, a diáktársak felé. A második pedig az, hogy egy fair kampányt hozzunk létre az egész iskolában, mert észrevettük, ugye mi már 5 éve vagyunk itt, ez az 5. éve, és nem mindig volt olyan kampány, ami mások számára is élvezhető lett volna, és ezt el akartuk kerülni mindenféleképpen, és úgy gondolom, hogy egy jó hangulatú kampány jött létre. A jelölteknek egy éves programot kellett összeállítaniuk. A programunk először is minden osztálynak ugye 10 pontot kell előírnia. Mi elsősorban próbáltunk olyan pontokat írni, amit már a diákigazgatásom is mondta, megvalósíthatóak, és próbáltunk a diákok érdekeit megcélozni, ugye a üres termek felhasználásával, új filcekkel, stb. A frissen megválasztott igazgatók nem csak ígérgettek a kampány során, megválasztásukat követően azonnal elkezdték a munkát. A következő lépés mindenképp egy ünneplés lesz, és azután egyből munkába állunk diákigazgatóként. Egy felelősségteljes pozíciót kell betöltenünk itt az iskolába. Úgy gondolom, hogy sikerülni fog, mivel ahogy magunkat ismerem, egy eléggé elszánt és határozott emberek vagyunk mind a ketten, szóval én emiatt nem félnék, úgymond. Az iskolában most zajlottak a Garai napok. Ez minden esztendőben az egyik legnagyobb ünnepnek számít az intézmény falai között. Ennek több évtizedes hagyománya van, diáknapokról van szó. Tulajdonképpen már a múlt héten elkezdődött, hiszen diákigazgató választásnak a kampánynapjait éltük meg. Mindig egy diákigazgatói beiktatás indítja el a Garai napokat. Ugye minden évben a diákok önmaguk választják, önmaguk, tehát saját maguk közül a következő évnek a diákigazgatóit. Ez már több mint egy évtizeden mindig két fiatalt jelent. Minden osztálynak, minden 11. évfolyamos osztálynak megvannak a maga jelöltjei, és akkor kampányolnak a jelöltek mellett. Egy nagyon kulturált és nagyon igényes elképzeléseket tartalmazó kampányon vagyunk most túl. És ezt követően ugye a tegnapi nap a két kárpát-medencei verseny döntőjéről szólt. Immáron 29. alkalommal rendeztük meg a Kürösi Csoma Sándor kárpát-medencei földrajzversenyt, amely valóban a Kárpát-medence minden részéről szinte hozott diákokat hozzánk a döntőbe, Felvidék, Erdély és természetesen a magyar gimnáziumok 20 legjobb képviselője vetélkedett egymással, ahol hosszú idők után először garaista győzelemnek örülhettünk ismét, mégpedig Keresztes Kristóf 10. beosztályos tanulónk személyében, és hát nagyon szép eredményt ért el diákjaink, meg egyáltalán nagyon hangulatos és nagyon mély gondolatokat tartalmazó műsor, illetve vetélkedés volt az Impanónián vers és pózamondó verseny, ahol szintén 22 diák, 16 magyarországi, illetve a határon túli településről érkezett Szekszárdra. A Német Színházban volt a verseny, ahol ismételten a garaisták is szépen szerepeltek, mint mindig, Föglány Liza Kató aranyminősítést és közönségdíjat szerzett. Ma pedig kicsit lazább itt az ünnepi, nagyon szép ünnepi műsor után, az ünnepi programok után pedig egy kicsit lazább programok, előadások, délután pedig sportversenyek következnek. A garais tanulók sorsa tehát jó kezekben van, a két diákigazgató ugyanis már munkába is állt.